Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zenó vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Az emberkereskedelem veszélyei ismét Magyarországra látogott a szabaduló kamion. Ösztöndíj program, 78 indonéz hallgató a Pécsi Tudományi Egyetemen. Hogyan készül a Cement Királyegyházán? Szeptember 21-én fogadja az üzem az érdeklődőket. Supermenza Pécs Vasason ingyen újították fel az iskola építőjét. Az emberkereskedelem veszélyeire hívja fel a figyelmet az a berendezett holland kamion, ami már harmadszor érkezik hazánkba. Az érdeklődők 19-én és 20-án láthatják a különleges járművet Pécsen. A kamionban egy szabadulójáték keretében ismerhetik meg a fiatalok a prostitúcióra kényszerített lányok valós történetét. Egy prostitúcióra kényszerített nő esetét, szabadulását mutatta be ez a berendezett kis terrautó Pécsen még 2 évvel ezelőtt. Úgy rendezték be, mint azt a lakóteret, ahol fogadnia kellett a férfiakat. Közben a hangszórókon keresztül elmondta a történetét, hogyan került ilyen helyzetbe, és végül hogyan szabadult ki belőle. Mindezt egy szabadulószobás feladatba csomagolva, ahol 10 percük volt az érdeklődőknek arra, hogy kijussanak. Idén szeptemberben is érkezik ilyen kamion Pécsre, hogy felhívja figyelmet az emberkereskedelemre, a szexrabszolgaságra, ami napjainkban is létezik Európában. Az emberkereskedelem veszélyének kifejezetten azok a személyek vannak kitéve, akik esetlegesen alacsonyabb jövedelmű családokból érkeznek, vagy alacsonyabb iskolázottságú szülőkkel rendelkeznek, illetve a magasabb jövedelmű családokban is megjelenik alkalmanként az érzelmi elhanyagoltság, ami szintén hajlamosítja a fiatal korosztályt arra, hogy könnyebben behálózzák őket azok az elkövetők, akik kifejezetten érzelmi manipulálással vagy anyagi előnyök ígéretével prostitúcióra akarják kényszeríteni őket. Erre a bűnügyi területre jellemző a magas látencia, a mindennapokban nem igazán hallanak erről az átlagemberek, mondja a kutató. A bűncselekményt az áldozatok nem jelentik a rendőrségnek, nem derül ki, hogy ezt a bűncselekményt elkövették ellenük. Ennek számos oka lehet. Sokszor az áldozatok sem érzik magukat tényleges sértetnek, tényleges áldozatnak, mert pont például az érzelmi manipulálásnak köszönhetően ők úgy gondolják, hogy az elkövetők jót akarnak nekik, vagy anyagi szorult helyzetben vannak, ami miatt nem mernek kilépni a szituációból. De emellett a társadalmi megbélyegzése ennek a bűncselekménynek ahhoz is hozzájárul, hogy maguk az áldozatok is elkövetőként tekintenek magukra, mint akik valami rosszat tesznek, és emiatt nem mernek a hatóságokhoz fordulni. Ezek azok az okok, amelyek csökkentik a bűncselekmények ismerté válását Magyarországon. Ennek ellenére lehet következtetni a bűnügyi adatokból arra, hogy nagyjából milyen trendekben követik el ezt a bűncselekményt. Egy 2022-es projektben felmértük, hogy az országban a legtöbb vonatkozó, kapcsolódó bűncselekményt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Somogy megyében, valamint harmadik helyen Baranya megyében követik el lakosság arányosan, amely az emberkereskedelemhez kapcsolódik. Baranyában évente átlagosan mintegy 10 bűneset történik, mint például kerítés, kitartottság, prostitúció elősegítése, gyermekprostitúció kihasználása vagy emberkereskedelem, ami kötődik ehhez a tevékenység formához, mondja Szijjártó István. Idén szeptemberben ismét hazánkba érkezik a szabaduló kamion, amit a holland szakemberek készítettek, és interaktív bűnmegelőzési módszerként alkalmazva járják vele Európát. Az emberkereskedelem veszélyeire figyelmeztető különleges járművet Pécsen 19-én és 20-án kereshetik fel az érdeklődők a Tudásközpont melletti Szalai László kollégium mögötti részen. 78 ösztöndíjas indonéz hallgató tölti az őszi szemesztert a Pécsi Tudomány Egyetemen. Ez annak köszönhető, hogy az egyetem ismét elnyerte a részvételt az indonéz kormányzati ösztöndíj programban. Ezen kívül egyedüli magyar intézményként fogad hallgatókat mindkét program változatban. A nyitó ünnepségen köszöntötték az indonéz hallgatókat.
Evita Prameswara, indonéz ösztöndíjas hallgató elmondta, az egyetemükön hallott a PTE programjáról, megtetszett neki, és ezért döntött úgy, hogy megpályázza az ösztöndíj programot, és ha sikerül, akkor a Pécsi Egyetemen folytathatja tanulmányait. Két éves nagyon komoly felvételi folyamat révén sikerült bekerülnöm a kiválósági programba. Különböző teszteket kellett megoldani, például egy angol nyelvű tesztfelmérőt, adminisztrációs feladatokat kellett elvégezni. Idén márciusban derült ki, hogy megnyertem az ösztöndíj programot. Indonéziában angol nyelvet tanulok és fordítással foglalkozom, illetve humán szervezés a munkaterületem. Az itt tanuló indonéz hallgatók a jövő vezetői lesznek, mint egy hidat alkotnak a két ország között az elkövetkező időszakban. Magyarország iránt való érdeklődés versenyképességünket fokozza, mondta Karsai Lilla, Magyarország indonéziai nagykövete. Remélhetően aktívan fognak dolgozni azért, hogy a két ország között mind a gazdasági, vagy akár kulturális és társadalmi együttműködések is minél versenyképesebbek és élettelibbek legyenek. Úgyhogy szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy Indonézia, mint a dél-kelet-ázsiai régió egyik legnagyobb gazdasága, és láthatóan egyre inkább a világ, a geopolitikai szintérnek egy nagyon fontos eleme, érdeklődik Magyarország iránt, egy Európai Uniós ország iránt, és ez tesz minket is versenyképessé a jövőben. Az egyetem a nemzetközi esítésre nagyon sok energiát áldozott. Ezt a lehetőséget 2021-től az indonéz kormány is felismerte, ugyanis a Szegedi Egyetem mellett a PTE az, amelyik fogadhat indonéz hallgatókat, közölte Betlem József rektor helyettes. Ott az idejében valóban 78 hallgatót, ez egy, azt lehet mondani, egy világszinten is egy komoly jegyzett szám az indonéz kormányprogramot illetően, és ennek keretében indonéz hallgatók a mai naptól egy teljes szemesztert fognak eltölteni a Pécsi Tudományi Egyetemen, részben úgynevezett undergraduális képzési program keretében, részben pedig egy szakképzési program keretében, ezáltal involválva az egyetemnek nagyjából 5 karát. A professzor hozzátette, a több éves kapcsolat során arra törekednek, hogy a PTE-t külföldön is jobban megismerjék, ezen kívül nem csak az ösztöndíjas, hanem a programon kívüli hallgatók is bejöhessenek a Pécsi Egyetemre. Úgy gondoljuk, hogy az a szakmai programcsomag, amit sikerült a kollégáimnak itt összerakni, ez részben közösséggel kapcsolatos, kommunikációval, vezetéssel kapcsolatos programelemeket tartalmaz, olyan fajta kínálatot biztosít, amellyel a nemzetközi munkaerőpiacon is meg lehet állni a helyüket az ösztöndíj programban résztvevőknek, illetve van egy nagyon érdekes komponense is ennek a programcsomagnak a már említett szakképzés keretein belül, hogy konkrétan gyakorlati képzésben fognak részt venni, különös tekintettel az egészségtudományi karra érkező hallgatók, ahol a sporttal kapcsolatosan vesznek részt, kapcsolódnak be a Rath Géber Akadémiának a tevékenységébe. Az indonéz hallgatók 27 indonéz egyetemről érkeztek, és töltik az őszi szemesztert a Pécsi Tudományegyetemen. Ez annak köszönhető, hogy az egyetem ismét elnyerte a részvételt az indonéz kormányzati ösztöndíj programban. Ezen kívül egyedüli magyar intézményként fogad hallgatókat mindkét program változatban. A nyitó ünnepségen köszöntötték az indonéz hallgatókat a dr. Halasi Nagy József aulában Pécsen. Rövid híreink következnek. Egy parlamenti ciklus alatt mintegy duplájára emelkedik a pedagógusok jövedelme, és ez olyan léptékű béremelés, amilyen még nem volt korábban Magyarországon, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Január 1-től 32,2%-kal nőtt a pedagógusok bére, jövő évtől pedig várhatóan újabb 21%-kal emelkedik majd. A megelőző két évben 10-10%-kal emelkedtek a pedagógus bérek átlagosan, közölte Rétvári Bence. Így 4 év alatt összesen több mint 93%-kal emelkedik a pedagógusok bére, tehát közel duplájára nő a magyar pedagógusok jövedelme. Egy ciklus, azaz 4 év alatt, mondta. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete augusztus 31-én tisztúító közgyűlést tartott a budapesti Szent Margit gimnáziumban. Az ülésen új elnököt választottak, Herbert Gábor kapta a megbízást. Herbert Gábor családjával, feleségével és 3 gyermekével már 1993 óta kapcsolódott a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülethez, amelynek 2013-tól 2022-ig elnöke is volt, 2020 óta pedig a NOE elnökségi tagjaként vett részt az Egyesületben. Vezetésében.
Nyílt napot tartanak a Királyegyházi Cementgyárban szeptember 21-én. A látogatók működés közben nézhetik meg az üzemet. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Királyegyházi Cementgyárról készültek ezek a külső drónos felvételek. Az érdeklődők azonban most szeptemberben bejuthatnak a falak mögé, megismerkedhetnek az itt folyó munkával. Szeptember 21-ére ismét nyílt napot hirdetünk a Holcim Királyegyházi Cementgyárában. Ez most már hagyománynak tekinthető, második éve hétvégére helyezzük ezt a nyílt napot, annak érdekében, hogy minél több civil látogató megtekintesse Európa egyik legmodernebb cementgyárát. Mindenképpen javaslom azt, hogy a holcim.hu weboldalon regisztráljanak a látogatók. Maga a rendezvény az ingyenes, viszont mindenképpen regisztrációhoz kötött. Az üzemben a termelési irányítási folyamatok megismerése mellett megtudhatják a látogatók, hogyan lehet hasznosítani a hulladékot ebben a folyamatban. Kollégáim idén is nagyon sok érdekes programmal készülnek, mind a kisebbek, mind a felnőttek számára. Az ide látogatóknak lehetősége lesz üzemelés közben megtekinteni a cementgyárat, és például azt is láthatják, hogy az anyagában már nem újra hasznosítható hulladékokból, hogy születik újjá és hogy készül a cement belőle. Ipari robot a felvételen, ezzel a berendezéssel szintén találkozhatnak a nyílt nap résztvevői. A hozzánk látogatók minden gyártási folyamatba betekintést nyerhetnek, többek között a működő kemencénket is láthatják, illetve a laborunkba is bemehetnek, ahol az automata robotunkkal is találkozhatnak, ez minden évben nagy sikert szokott aratni. A gyárat üzemeltető cégnél kiemelten figyelnek a balesetvédelemre, így fontos tudniuk a látogatóknak, hogy milyen öltözet szükséges az üzemlátogatáshoz. Minden látogatót arra szeretnénk kérni, hogy hosszú ruházatban, illetve zárcipőben jelenjen meg. Természetesen minden egyéb szükséges védőeszközt azt a Királyegyházi Cementgyár fog biztosítani a látogatók számára. A Királyegyházi Cementgyár szeptember 21-i nyílt napján reggel 9 órától fél óránként indulnak a csoportok. Egy-egy gyalogos túra mintegy 90 percet vesz igénybe. Fontos megkötés még, hogy egy csoportban életkori megkötés nélkül maximum 25 fő vehet részt. Korszerű szupermenza fogadja a Pécs vasasi iskolásokat a tanévkezdés első napjától. A gyerekek svédasztalos rendszer szerint önállóan választanak és találnak maguknak élelmiszert. A kultúrált körülmények között zajló étkezésnek nevelő-oktató célja is van. Egy gyermekétkeztetéssel is foglalkozó vállalkozás ingyen újította fel a helyszínt. Mint látható, megújult, korszerűsödött a korábban nagyon rossz állapotban lévő ebédlője, konyhája a Pécs-Vasasi Általános Iskolának. Új nyílászárók, burkolatcsere, tálalókonyha várja a gyerekeket. Mindez egy gyermekétkeztetéssel is foglalkozó üzleti vállalkozás jóvoltából valósult meg, teljesen ingyen. Ez annak vezethető vissza, hogy Pécs városával kötetett szerződésünk részét képezi egy felújítási alap, úgymond, amiben mi azt vállaljuk, hogy az iskola étkezési környezetet megváltoztatjuk, illetve a mögötte működő tálalókonyha környezetét, ahonnan a tálalást végezzük, kialakítjuk, és ezt az egészet szupermenzának hívjuk mi, vagy neveztük el ezt a brandet, és ennek a környezetnek a megújulását tekintjük mi. Ennek. Teljes a megújulás, újabb utorzat is. A kiszolgáló pult is újdonság a gyerekek számára. Kétféle menüből választhatnak naponta. Megtanulják azt, hogy hogyan tálal magának, miből szed, ő maga végzi ugye az ételnek a szedését, maga után elpakol. Egy kicsit ugye mi ökoiskola is vagyunk, ugye elnyertük ezt a címet, a fenntarthatóság ugye nagyon fontos a számunkra, a későbbiekben nagyon kevés hulladékot próbálunk termelni, úgyhogy csak annyit szed a gyermek, amennyit megeszik, ha szükség van, akkor nyugodtan pótolhatja, és vehet kétszer is, háromszor is, ugye az ételből választhatja az AB menüt, ami számára éppen akkor a legkedvezőbb.
Az étel mennyisége, minősége és a tálalókonyha egy teljes megújulás az iskola és a gyerekek számára, teszi hozzá a tagintézmény igazgató. Az ingyenes felújítás 4 iskolát érint. Tavaly elkészült a Jókai Mor általános iskola, idén a Bártfa utcai, a Kodály kollégium és most a Vasasi iskola tálalókonyhája. Nevelő-oktató célja is van a megújulásnak. Az iskolások megtanulják, mi tartozik az egészséges táplálkozáshoz. A szupermenza hétfőtől áll rendelkezésére 130 vasasi iskolásnak. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Családi házszigetelése égett tegnap délután Harkányban, a Ságvári utcában. A katasztrófa védelem közlése szerint az esethez a siklósi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az épületet és elzárták a gázt, majd eloltották a lángokat, végül hőkamerával átvizsgálták a szigetelést és a tetőt is. A tűz keletkezésekor 3 tartózkodtak az épületben, egyikük megsérült, őt kórházba szállították. A tüzet vélhetően elektromos zárlat okozta. A parlagfű pollen koncentrációja országosan nagyon magas, tart a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka, közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, ezekben a napokban tetőzik a parlagfű szezon. A pollen terhelés országszerte nagyon magas, az Alföldön sokfelé extrém magas. A hét első napjai megélénkülő keleti szél a Dunántúra és a főváros környékére is további nagy mennyiségű pollen szállít. Enyhülés a következő napokban még nem várható. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes. A libatop féléké a közepes magas, az ürömé és a kender féléké az alacsony közepes tartományba alakulhat. Az utakon várható szarvas veszélyre figyelmeztet a rendőrség. November közepéig az országutakon, különösen az erdős, ligetes útszakaszokon biztosan számítani kell szarvasok megjelenésére. Baranyában mintegy 13 ezer gim szarvas él, az állatok gyakorlatilag bárhol feltűnhetnek az utak mentén, érdemes tehát emiatt is körültekintően vezetni. A vadbalesetek szempontjából leginkább az őszi, illetve a téli hónapok számítanak kritikusnak, míg ezekben a hónapokban a párzási időszak miatt vágtatnak át gyakran az utakon őzek és szarvasok, később az élőhelyük szűkülése és a vadászat miatt aktívabbak a megszokottnál. A régió híreivel folytatjuk. Minden évben szeptember elején tartják meg a Vármegye napot egy ünnepi közgyűlés keretén belül, amelyen büszkén tekintenek vissza Tolna Vármegye életének kiváltságos pillanatára, Szekszárdon a Vármegyeházában. Idén is kitüntető díjakat adtak át azoknak, akik kitartó munkájukkal hozzájárultak a régió fejlődéséhez, gyarapodásához. Idén szeptember 2-ára esett az ünnepi közgyűlés megtartása Tolna Vármegyében. Ez a nap mindenkiről szólt. Közös érdeket szolgál. Első Lipót király 1699. szeptember 1-én adományozott pecsét használati jogot Tolna Vármegyének. Az eseményt a Brass Five részfúvós kvintet nyitotta meg zenéjével. A Vármegye minden települése értéket közvetít, mondta köszöntő beszédjében Latorcai Csaba államtitkár. Értéket közvetít a maga nemében, mint a 109 települése a Vármegyének, legyen az akár szellemi érték, művészeti érték, tárgyi emlék, élő szokás. Fontos a közösség életében az identitás és a valahova tartozás érzése. Most pedig ugye az évente egy darab olyan ülés, amikor a megyei kitüntető címeket adjuk át. Jelenleg ezt most letudtuk ezt a feladatot, és kiadtuk azokat a címeket, illetve azokat az okleveleket, meg serlegeket, jutalmakat, amiket erre terveztünk. Azt gondolom, hogy a megye sorozatban minden évben termeli magának a szorgalmas, lelkes, lokálpatriót embereket, akik különböző szinten, különböző tudással és lelkesedéssel támogatják a megye közéletét, a megyei településeken, akár az egész megyében, és ezeket díjazza a megye minden évben. Latorcai Csaba államtitkár büszkén számolt be a sikerekről. Fontos akkor, hogyha együtt vagyunk egy ilyen közösségi rendezvényen, hogy gondolkodjunk a jövőről, számba vessük az eredményeinket. Így a mai ünnepi közgyűlésem elbüszkélkedett a Vármegye azzal, hogy a terület és településfejlesztési operatív program pluszból immáron több mint 20 milliárd forint erejéig
olyan programok kerültek kidolgozásra, amelyek már szerződéssel is le vannak fedve, és olyan mennyiségű és minőségű pályázat, program és projekt került benyújtásra a Vármegye több mint 100 településére, hogy meg is kellett emelni a keretet, immár a 49,9 milliárd forint áll Tolna Vármegye rendelkezésére. A közösségi erők nagyban hozzájárulnak az életszínvonal növekedéséhez. Hiszen az a célunk, hogy 2030-ra Magyarország váljék az Európai Unió 5 legélhetőbb országának egyikévé, így a Tolna megyeiek is, a Tolna vármegyében élő több mint 230 ezer honfitársunk is legyen ennek nyertese, ők is olyan helyen és úgy éljenek, ahol nem csak jól, hanem szépen és boldogan is lehet élni. Ez a célunk, ennek rendelünk alá minden fejlesztést, minden helyi fejlesztést, minden járási és vármegyei fejlesztést. Fontos a múltunk tisztelése és becsülése, hiszen múlt nélkül jövő sincsen. Családi napot szervezett az Altaripa Szabadidőparkban a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Tolna vármegyei nevelőszülői hálózata. Az esemény a régió gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeknek, fiataloknak és nevelőszüleiknek kedvezett. A családi napot minden évben megrendezik a szervezők. Idén is színes eseményekkel készültek a gyerekeknek és nevelőszüleiknek egyaránt. Új lenyomat készítéssel is megismerkedhettek a kiskorúak, valamint egy igazi rendőrautóba is beülhettek a nap folyamán. Mit fogtál? A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a különböző programok mellett olyan szabadidős tevékenységet is biztosítson a nevelőszülőknek, náluk nevelkedő gyermekeknek, ami alkalmat arra, hogy együtt legyenek és egy kellemes napot együtt töltsenek. Úgyhogy a családi napoknak megyénként így a Tolna megyei nevelőszülői hálózatunkban is gyakorlat az, hogy minden évben megrendezzük ezt a családi napot. Közel 200-250 fővel vannak most is jelen, és ezen a helyszínen harmadik alkalommal vagyunk, és mindig nagyon jó idővel és programokkal tudtunk kedveskedni a gyerekeknek és a nevelőszülőknek. Az ilyen családi napok többek között azt a célt is szolgálják, hogy ezt a nemes hivatást népszerűsítsék. Nagyon sok olyan gyermek van, aki családjába kikerülve szeretne szerető nevelőszülői családba kerülni, és bizony nevelőszülői hálózatok azzal a problémával is küzdenek, hogy hogyan tudják azokat a nevelőszülőket pótolni, akik koruknál, egészségállapotuknál fogva esetleg kénytelenek befejezni ezt a nemes hivatást. Tehát mindig várjuk azokat az érdeklődőket, akik érdeklődnek, és mi szívesen tájékoztatjuk őket erről a szép hivatásról. Horváth Gyulánénak 6 gyermek teszi boldoggá mindennapjait. Olyan luxus dolgokat kapnak ők meg egy-egy tábor alkalmával, amit egy átlagos család nem tud megengedni a gyerekének, és ez őnekik is egy nagy élmény. Nekünk egy kicsi pihenés, amíg táborban vannak a gyerekek, mert azért nekünk ez a pihenés. Mert azért akármennyire is szeretjük egymást, és akárhogy is, de azért 6 gyerek, akkor is csak 6 gyerek. És én itt teljesen meg vagyok elégedve, és én ezt főállásban csinálom. Nagyon örülök neki, hogy ezt választottam, mert ezzel úgy kiteljesedett az életem. A gyermekek a program keretein belül sokféle élménnyel gazdagodnak. 13 éve leszek itt a rendszerben. Hát nagyon sok már. Végül is ők elvisznek sokszor a Balatonra, minden évben, különböző programokra megyünk, akkor ugyanúgy itt már az Ágotában voltunk, Zalaszavarban, táborokban, különböző helyeken, itt is ugye Tolnám, akkor ugye rajzpályázatok miatt is szoktunk menni, mindig támogatnak emiatt, hogy menjünk és csináljuk, aztán most is mennünk kell majd a diátadóra emiatt, mert nyertünk valószínűleg, de nagyon szeretek itt lenni. A családi kötelék nem csak a közös vérben mutatkozik, hanem az egymás iránti kölcsönös tiszteletben, szeretetben és elfogadásban. A klasszikus mellett csirkés, babos, kapros, tejfölös, pirított, buciban tálat lecsóval is neveztek a 17. Balatonszárszói Lecsófesztiválra. Idén rekordszámú 42 csapat érkezett a településre, hogy a nyár egyik slágerételét elkészítse. A megmérettetés évről évre népszerűbb az amatőr szakácsok és a baráti társaságok körében.
Már délelőtt rotyogtak a bográcsokban a különleges lecsós ételek. Sokan már a kezdetektől itt vannak minden évben, és nem is annyira a helyezés, hanem a jó társaság, a baráti kapcsolatok miatt érkeznek a balatoni településre. Nem csak a finom ízek, nem csak a finom ételek és italok, tegyük hozzá, hiszen Németh Lajos barátom meteorológiai szempontból elmondta, hogy miért fontos a folyadék utánpótlás, remélem ezt majd mindenki komolyan fogja venni, hanem a kiváló szórakoztató kulturális programok, a baráti vendégszeretet, a baráti fogadtatás, a közösségépítés, a festői környezet, azt gondolom, hogy mind-mind adva van itt a Szárszói strandon ahhoz, hogy ez egy ilyen remek hangulatú program lehessen. Talán az elmúlt 17 évennek a, ahogy előbb is mondtam, méltó bizonyíték, és hát a jövő esztendőben már nagykorúvá válik ez a rendezvény. Én azt kívánom a szárszóiaknak és az ide nevezett csapatoknak, hogy érezzék nagyon jó magukat, és valóban hát ne csak a főzésről szóljon ez a mai nap, hanem itt jó néhány olyan csapatot látok már, akiket több éve, sőt akár évtizede is köszönhetünk Balatonszászon ezen a megmozduláson. Egészen távolról, több száz kilométerről is érkeznek ide vendégek. Ez azt mutatja, hogy jól érzik magukat, azt kívánom, hogy ez idén is ismétlődhessen meg. A fesztivál fővédnöke már 3 éve dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke. A jó hangulat a finom ételek mellett közösségépítő jellegét is kiemelte a fesztiválnak a nap fővédnöke. Az okostelefonok, a tablettek, a laptopok, azok padlóra küldték az emberi közvetlen kapcsolatokat. Tehát azért ezek a fesztiválok, vagy a Balatonszárszói fesztivál is tulajdonképpen az bizonyítja számunkra, hogy itt van lehetőség arra, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjünk egymással. A lecsó nem egy bonyolult étel, fogalmazták meg a résztvevők, ugyanakkor nem mindegy, hogy milyen alapanyagokat, milyen arányban és sorrendben teszünk a bográcsba. 30% hagyma, 20% paradicsom, 50% paprika, és ezt így is rakom oda, a paprika megy utoljára rá, és az akkor kész a lecsó, amikor a paprika még roppanós. Innentől már csak a fantázia szab határt a különféle változatoknak. Nem csoda, hogy a zsűrinek nem volt könnyű dolga. A gasztronómiában van egy ilyen új szlogen, hogy a paprikás rumplit is másképpen csináljuk. Na most a lecsónak annyiféle változata van, nem soroljuk, hogy rizsestől kezdve mi mindent lehet, kolbászos, stb. De valójában mi azért a kreativitást azt pozitívnak értékeljük, de nagyobb pozitívum bennünk a hagyomány és a feltétlen jó ízvilág. Szóval mi azért a klasszikus szeretjük, de nem zárkózunk el. A legkülönlegesebb ételeket most is külön díjjal jutalmazta a zsűri. A résztvevő csapatok pedig újra egy tartalmas, közösségépítő napon vehettek részt Balatonszárszón, a központi strandon. Híradunk végén Baranyi témáink még egyszer röviden. Az emberkereskedelem veszélyei ismét Magyarországra látogott a szabaduló kamion. Ösztöndíj program, 78 indonész hallgató a Pécsi Tudományi Egyetemen. Hogyan készül a Cement Királyegyházán? Szeptember 21-én fogadja az üzem az érdeklődőket. Supermenza Pécs Vasason, ingyen újították fel az iskola ötétlőjét. Csütörtökön a feltámadó keleti szél egy árnyalattal enyhébb levegőt hoz. Ezen a napon 30 és 35 fok között alakulnak a maximumok. Marad a napos idő, csak néhol a nyugati, délnyugati határ mentén fordulhat elő futózápor az esti órákban. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!